Arra vigyázni kell egyébként. Mire? Honnan veszünk? Ja, hogy itt vannak a kabinok. Igen. Én megnézem ezt a Phoenix-et, úgysem használtam még sose. Csak vigyázzál, Dani, arra, hogyha abba belülsz, akkor tátrányos helyzetű leszel. Tátrányos helyzetű leszek? Fasz meg! Miért? Miért? Jó, én meg akkor step pike-kal megyek. És nem ezen az úton. Azaz. Viszont nekem nincsen darum, úgyhogy Dani majd rád számítok. Ezen sincs, várja már. Basszus. Basszus. Számítani szabad? Itt nincsen garázs. Nincs. Ez nem az a hely. Merre vagytok? Akkor várja, van Institútba. Itt olyan, egyáltalán, amin van. De várj, van. Hogy én itt vagyok, ilyen azokban megyek, és épp az Institútba. Ti hova mentek gyakorlatilag? A felső resupply helyhez. Nyugatra, a üzemanyag kúthoz. Ott van a két konténer, nem? Igen, de ott van egy nagy nagy daruzix. Úgyhogy az nem para, oda megyünk. Igen, ott a masztoron. Csak ne boruljunk. Ugye milyen jó, hogy áthoztam? Isten vagy, Ati. Ugye? Jó, akkor majdnem megmondom, hogy mit fogok vele csinálni, de most így livestreamben nem. Megsimogatom a... Pucid a puksimat. A puksikád, te. Puccad. És ugye mi, hogy azon a hídon áthoztam, ami nem híd, ami nem folyó átjár. Ugye? A híd még áll. Csak kicsit vágtam csak szét a suspensionjét. Egyébként ez tök érdekes, hogy igazából amikor az X-nek hazavágom a suspensionjét, úgy igazából én nem éreztem meg különbséget. Nem tudom, hogy... Hát megül azért az is, és egy kicsit pattog. Tehát a gumikat szét tudod vele utána baszni könnyen. Hát ugyanúgy, mint bármelyik másiknál, maximum talán nem annyira gyakran, vagy nem tudom. De még hozzáteszem, hogy én nekem igazából ez a... Nem sikerült belegondolni. Szóval igazából ez a suspension hazavágás, ez nekem most egy Wrangler Jeep-be volt nagy élmény. Mibe? És a P16-ba? Egy Wrangler Jeep-be. A P16-ba? Nem, a P16-ba durrantottam a gumit. Az nem ugyanaz. Az más élmény. Is. Meg a tankot is. Meg a tankot is, meg mindent is, mert véletlen egy darab szalagkorlátra rámentem. Ezek olyan szalagkorlátok. Jó, a betonkordóra gondolsz, igen. Az is jelent, igen. Várjál. Ez megy, ez a gép nagyon. Megy. És ott majd a Dannál gyere el balra. Meg a tököm, miért nem megyek körbe az aszfalton? Hát nem hülyeskedj már. Nem biztos, hogy jobb. Hidd el. Már mint, hogy miért nem? Hát, mert erre könnyebb átjönni. Itt könnyű átjönni, ahol én megyek. Mennyi akkor? Jó. Majd én visszafele jövök arra. Jó. És mit kell az Hurtlands-re mind a kettőt, nem? Igen. Konténert kell elvinnünk a gyárba, vagy hogyan van ez? Á, nem tudom, ott valamit kell okoskodni ezekkel a vackokkal. Ezek konténerek, amikért most megyünk, nem? Ezek igen, ilyen kettes kis vackok. Igen, de nekünk kabin kell, tehát ezt le kell gyártani. Nem, itt vannak a kabinok. Igen? Hát a kabin, ami kettes méretű, akkor mint egy special cargo. Igen? Igen. De mindjárt nem ott vagyok és megmutatom. Hogyha nem megyek. Jó. Ajjajjaj. Mit kaptam el kerékkel? De egyébként... A gyárba kell őket vinni, igen. Közben írta a papesz. Hogy? Hova kell vinni? A gyárba kell majd vinni. Én mondom. Milyen stage complete? Mi történt? Én belementem ebbe az Eco Action-nek valamilyen nem tudom micsodájába. Jelent, hogy nekem most így meg kéne keresni ezeket a chemical-t. Jézus, rohadjatok meg! Mármint nem ti, hanem ezek akik így össze-vissza elhajigálták ezt a három chemical barrelt, mert nagyon nem ott van ám, ahol én. Tehát az nem úgy van, hogy te odamész és fölveszel három chemical barrelt, hanem odamész, akkor ott beszélsz egy csavar, aki nem lé. Egyébként szép a halálban az összesen chemical barrelt, úgyhogy megyek körbe és gyűjtögetek szépen. De én ezt nem tudom, hogy miért tették be mostanában egyébként SnowRunnerbe is, hogy bizonyos küldetés csak akkor indul, hogyha eljutottál egy pontra. Ja. És akkor onnan meg onnan indul valahova tök máshova. És azt hiszem itt is már megvan ez, hogy menj ide, és akkor igen. Meg ott kapod meg a küldetés. És valahogy az egész pályát keresztül kell szelned oda-vissza kétszer, mert egyébként pont onnan jössz, ahova egyébként mondjuk menni kell a cuccért, de csak akkor spawnolja le, hogyha már ugye a stage, tehát a startpontra elment. Igen. Kicsit néha ilyen fannak érzem ezt a megoldást. Én pont ezt akartam mondani, hogy ezek szerintem már rég le voltak spawnolva, és ha tudom, hogy azokat kell felszedni, akkor is szedtem volna, hogy idefele jövök. Arra fele jövök, aztán igen. Szatján, de be is szokott bugolni. Múltkor azért kellett újraindítani. Mert?
Hát mert azokat a cuccokat, amit Imi vitt volna, az a konténer, nem tette le. Fogadjuk, hogy nem szoktatok ezen a térképen akkorát, mint én. Hát nem biztos. Erre nem vennék mérget, most így. Múltkori streambe pillanat bele majd már. Hát jó, nem arra gondoltam, hogy saját magatoktól, hanem a bug miatt. Te volt. Mert nekem konkrétan, de nem úgy, hogy kókos bug vagy valami ilyesmi, hanem konkrétan nekem az volt a baj, hogy én vittem két adag krumplit, azt hiszem, potyára a vasútállomásra. És én azt úgy félre raktam ott, tudod, hogy így jó helyen lesz ott. Jó lesz, igen. Majd kicsi elvitt, mire kell azt. Igen, hogy majd fölrakom a vonatra, hogyha ki tudom nyitni azt a küldetést. És egy, nem az a krumpli kellett oda, amely, meg volt az, hogy melyik küldetésből származzon az a krumpli, ami oda kell. Ez volt az egyik hiba. A másik hiba meg az volt, hogy teljesen konkrétan pont oda kellett volna leszpónolnia egy másik küldetés elemének, és ezáltal így megfenek lettem, mert hogy így nem nagyon tudtam mit kezdeni magammal, mert nem spawnolt oda a konténer, és így hát mondom, ez kurva jó, és oda-vissza mentem vagy két kört, és utána meg restart, mondom, ez fasza, drónit kell raknom a kutit. Úgyhogy azért mondom, hogy engem is most mondott, és ráadásul tudod, mi volt a szép az egészben, hogy így pont a végére, így viszont pont két krumplival kevesebb lett. Oh. És ezáltal ugye még egyszer be kellett szálltani, meg aratni, így van, pluszba még egy kört. Úgyhogy imádtam nagyon. Egyébként megjegyzem, hogy ezt láttátok, hogy mekkora maci sajtok vannak itt? Milyen maci sajtok? Mármint, hogy elsősöges kötelező tábla. Konkrétan kétszer ilyen magas, mint egy rohadt Azov. Na jó, értem, hogy közeli Csernobilhoz, de ennyire? Amíg nem világít este. Igen. Na, kapcsolok Night Vision-t. Na, ezekkel sötétedni. Akumó, te most itt vagy jól ezen a telepen? Vagy merre? Igen, jelsz? Itt vagyok, itt daruzok. Ja, jó van. Mert akkor... nem látszik, hogy igen, itt vagyok, vagy hogy... Nem, csak itt vagyok, ide állok, aztán akkor pakolt rám is, vagy nem tudom. Persze, csak így hallod. Jó, minden előismeretség nélkül, csak így pakolt rám. Mert egy vacsora lett volna, vagy valami ilyesmi. Hát igen. Tebbe hátra, na, gyerünk, ne húzd az időt. Hát jó, a napa. Jó van, most az nem a tudnál baj, a konténer alá jönni? Hát, vicceltem. Nagyon muszáj. Vicceltem. Szoktam. Akkor most mi? De azért mondom, ezek csak sima konténerek, ezeket még le kell gyártani. Nem. Vagy igen? De. Hát kapint kell leadni. Csak sima konténerek. Ezekből még valahogy izé kapintnak kell lennie. Igen? Aha, jó. Jézus, meg egy át... Azért mondom, hogy kapit kell leadni. Várjál, akkor én most aktiválom a küldetést. Ez melyik küldetés is egyébként? Neked van javítópontod azon a Verdán? Van. Vagy bármelyiken? De ott van mellettünk a javítóka, figyelj! Igen, de nekem nincs ilyen Verdánom, tehát hogy... Rajtam van javítópont. Ó, ja, hogy itt ha itt beletolatok, akkor automatikusan megjavít? Igen. Jó, na hát normál mód, hát tököm. Franc se tudja, az ilyen super easy módok azok így, hogy csinálják ezt, mi? Hát ez az. Ez ilyen lámák, mint mi. Nekem totál, totál más volt az elkezdés. És ezt hoglatjázba kell amúgy vinni? Na, mondja, uram. Heartlands-be. Mert miért kéne közel? Harvest Core, Heartlands, jó, teljesen jó, mehetünk. Vajon merre kell menni? Én föntről megyek, mert én szeretek aszfalton szágúdozni, és az a kocsi, ez kibaszottul elrakja magát keresztbe. Ja, egyébként azt láttátok? Ja, persze, hogy láttátok, én olvastam nálatok. Hogy másodikán jön a DLC, az Atomic. Ja, igen. Jönnek a heavy duty gépek. Kíváncsi leszek, hogy azok milyenek lesznek, mert amúgy így a Mastodon után, hogy így lehet-e még megfejelni a dolgot, vagy nem. Tudom, hogy erre nem mennél, erre senki sem menne, de én azért elmegyek. Mentem én eleget arra, ne aggódj. De ez itt, figyelj, versenyzünk Danival egyet. Nem hatodikán? Nem, én szerintem másodikát írt. Én is másodikára emlékszem. Ups! Na jó. Ez izgis lesz. Én arra leszek kénységként, hogy ez az Atom, az mennyibe fog majd kerülni? Csak ugye azért, mert ugye hamarosan befejezem Michigant. Hát elég pici, úgyhogy biztosan hamarosan nem lesz drága. És akkor utána pedig ugye irányát vagy Alaszkába, vagy Tajmirba, de nem tudom, hogy hova.
Hát, figyelj, szerintem inkább Tajmir. Inkább Alaszka. Tajmir, vagy mi? Inkább Tajmir, hogy meglegyen az Azov. Hát mi, Azovot nem kapsz, azt csak venni tudsz. Igen. Te teljesen fölösleges igazából. Nem, mert az Azov... Olyan szempontból, hogy jó az Azov, hogy ugye az a leggazdaságosabb jármű. Az lehet, de Alaszkát még úgy végig lehet szenvedni az alap kittel, és ott ki is tudod maxolni magadat. Mm-hmm. Na mindegy, én sorba mentem, de hát a saját szádíze, tehát ahogy neked jól esik igazából, majd te érzed, hogy mire képes a plotta. Te meg a csapat. Ugye, a plotta, hát most... A Fleet meg a West End Star, igen. Azaz. Hát én is azt csináltam végig, és meg lehetett. Mondjuk helyenként nagyon hülye voltam, mert szopattam magam, tehát a Derry Long volt, azt én kihúztam végig a folyón. Oh. Hát igen, húztam volna a lejtőn, tehát... Igen. Hát jó. Kifejezetten hülye megoldás volt, meg ott hátul ott azon a térképen, ott ahol a repülőtér van, ott nagyon-nagyon nagy cumi ott a fákat vinni. De nagyon nem tud másfelé. Szóval, ja, nem a legkellemesebb utazás, de azt még meg lehet csinálni az alapjármű felszereléssel. Uh-huh. És akkor utána Tajmirban meg ugye már úgy tudsz menni, hogy maxos szinten vagy, és ott pont az elmondani az ovat. De nekem is egy gondolom, ez lenne a koncepció körülbelül. Én is először Alaszkára gondoltam, és én is annod rakul el, hurcibáltam a Derry Longhorn-t a mágba. Jó. Akkor szórakoztatom, mint ki. Nem egy életbiztosítás, de úgy meg lehet arra is csinálni, igen. Hú, az a baj, olyan rég csináltam már, meg nem is emlékszem rá. Ó, én mindenre emlékszem. Hát jó, hát... Túl sok mindenre. De mit csináltál? Én? Semmit. Átjöttem a folyón. Melyik folyón? Hát itt egy nagy folyó van. Amin én is most jövök, hát csak a másik oldalán? Valahol ott, igen. Egész jól. Egész jól jössz, hallod, de... Mondjuk az a 6000 óra játék, az mondjuk lehet, hogy segített. Segít benne. Ja. Tehát akkor semmi, akkor... Nem is veszünk meg komolyan, akkor megtelik. 800 óra a hard módban, úgyhogy elnézést kérek, hogy nem vagyok olyan tapasztalat. Az semmiség, hallod. Én... Az a legjobb, hogy most ide átjövök, és mindig olyan kocsikkal közlekedek, amiket a büdös életben nem használtam, szóval itt. Ez mindig meglepetés. Én meg olyan hidat használok, ami nem épült meg. Jó, az. Én az emelkedővel szívtam a Derryvel, és a végén a folyóban vittem. Akkor lehet, hogy nem is tudtunk annyira mellé. Én még mindig azon az én mentő akción gondolkodom, amikor a pugot kellett kiszedni onnan. A pugot, az Expeditions-be. Pugot? Az melyik az a pug? Az a mops. Hát a Commodore. Commodore. A magyar páncélozott jármű. Igen. Háromtengelyű. Scout. Hát igen, az kemény volt. Az, én szerintem az... Szerintem tuti nem jó helyen csináltuk. Hát, de sikerült, nem? Hát jó, hogy sikerült. Eltöltöttem vele az a 2 órát. Hát, ugyan már belefér. Na, szép, utolért, azt rám csákjázott. Hát persze, hát most... Hátráltassuk egymást, ott ahol tudjuk, nem? Persze, csak így gyorsan vagyok. Hát, mert itt nem is olyan gyorsan érted. Megelőztem. Én mondtam, hogy éjszaknak gyorsabb. Hát, figyelj, ugyanott jött. Te hamarabb indultál, mint én. Csak én elakadtam a folyóba egy kicsit. Tényleg, Dani, a szombati játékra végig tudsz jönni? Nem, Manu, egyáltalán nem is leszek itthon sajnos. Na, hogy? Merre mész? Hát egyrészt lesz egy ilyen instant költözködés, tehát hogy Pestről lejönnek a haverok, aztán föl kell vinni a lakásból néhány cuccot. Aztán utána meg instant ilyen kocsmatúra és szülinap, meg ilyen csapatépítőből, meg ilyen minden lófaszt egybe sikerült hozni. Aztán hát először mondtam a srácoknak, hogy nem fogok tudni jönni, mert más program van, és akkor ment a nagy sírás, hogy de hát, hogy úristen, hát ennyien ritkán, meg hogy úristen, pont ráérünk, meg azt akkor jól van, mondom, akkor megint a játék szívja meg, nem fog menni Manol. Na miért nem mész? Megyek. Miért nem mész? Akkor miért te csákjálsz, hogy engem, hogyha én nem megyek? Miért nem mész? Annyi már. És mi bajod van? Igen, menj már. Na. Milyen jó hangja van annak a Főnixnek, ennek ilyen kis... Foscsi. Főnix F-tás.
menj át főrük, aztán hogyha elálltál, az pont... Nem, menjél, nyugodtan menjél, én voltam hátul. Menjél, mert úgyis izé, nem lehet így, nem lehet egyszerre átmenni. Mm-hmm. Oké. Okay. Jó, csak én tudod, az átvezető intrót is szoktam hagyni, mert mégiscsak szép. Én is. Ja, jó. Én is. Ez most hogy jött ide? Na. Egészséged. Ötlenzel, hova kéne menni? Egészséged. Construction site-ra, Kevin, de hol van a gyár? Aha, itt van a production zone. Oké, okay, jöhetsz. Látom, ha akkor lenni. Lehetek? Honnan megyünk jöhet. Át? Onnan megyünk át? Hát oda föntre, nem? Hát itt végig az aszfalton. Hát itt aszfalton, jaj, és akkor ott van a gyár. Igen, jó, igen, ez igen. Ez meg aszfalt. Ez meg az. Na, akkor mutatom az utat. Na végre. El ne tévedj itt az egyenesbe. Ja, jó. Pedig ott a legkönnyebb. Hozzáteszem. Hadd adjak át egy üzenetet. Igen? Egyik néző üzeni, hogy az Azovról le lehet szedni a hátsó sárvédőt, és akkor kevésbé akad bele mindenbe. Hát... Aha. Tehát Azovról ez a hátsó sárvédő. Ezt, ennek annyi a háttere, hogy mi Murphyvel játszottunk már együtt a hard módban, meg szokta nézni a hard hétfőimet, és ő mondta múltkor, hogy hát ugye igazán mindenről le lehet majdnem szedni a hátsó sárvédőt, Freestar, Western Star, meg ezek, és tényleg jobban mész fel, hogyha nincsen ott a hátsó sárvédő. Na. Nem olyan szép, mert tökre igazad van, de azért ez szerintem üti, hogyha nem akad el mindenhol. Ezen nincs is. Nem tudod vele akadni, meg ilyen. Én nem tudom, hogy vagy vele, én nem is figyeltem, hogy le lehet venni, és most agyonvertek se tudom megmondani, hogy egyébként volt-e rajta, amikor én azokat még használtam. Ugye alapból volt, de mindenképpen volt alapból szerintem. Akkor valószínűleg nekem is volt. Hát csak ez egy olyan dolog, tudod, hogy amikor mész egy-két ilyen majárjusos terepen, akkor ott azért nem mindegy, hogy fölnakadsz-e vagy nem. Amikor Michiganbe az izét át kell pophoz. Vinni az erdőn a púró tornyot. Ugye ott alapvetően úgy találták ki, hogy a folyón kéne átvinni a köveket. Igen. Én át az erdőn. Ráadásul azon a kis csapáson, ami a folyó szélén megy, azon a szírtem. Igen. Jézusom. Igen. Ráadásul a P16-tal. Uh-huh. Azt az ember és ezt nem akarjátok látni, dokumentálva van, szóval vissza lehet nézni, de nem érdemes. Tehát, hogy azért P16 az alapból. Három óráig üvöltözök körülbelül, ott a fákkal. tehát, hogy így vagy úgy, de kijutott, de rahadjon meg. Hú, azzal nagyon megszenvedtem. És hozzáteszem, én a fát is egyébként körbevittem, tehát én semmivel nem mentem át azon a sziklán, mert nem tudtam, hogy ott van. A folyón? Így van, a folyón, ott így van. Úgyhogy én ott egy kicsit megszivattam magam, de sikerült. Hát te jó, de ott a benzinkút tudsz tankolni. De az pénzbe kerül. Egyébként valóban nincs. Egyébként ott valóban nincsen. Utána mész, átmész Drummondra, onnan nem. Ott lesz. Igen, hát... Igen, és ugye ez a gátnál. Csak közel. Ez arról a térkén közöttélek. Bizony. Hát onnan át kell menni, hogy Drummondból itt a tankolni tudjál. Hoppa. Nem, de várjál. Nem. A gátnál is, a gátnál fönt a Black River-es átjáró. Igen, ott van egy kút. Igen, ott is van egy, igen. Az is, a Drummondon is van egy, igen, ott azon a hülye helyen, és rá jó drága. Mindegynek ez mindegy. Igen. És azért meg nincs az utolsó. Cserébe ott van egy csomó üzemanyag szétszóra. Igen. Ott épp ott vagyok egyébként, hogy összekapkodtam állenőkről az üzemanyagokat. Én betettem az egyik óriás tankerbe, és most szépen leparkoltam Smithfieldben. Uh-huh. Mert onnan kell ugye mindig össze-vissza szanaszékelni az egész sztorit. Na, és majd jövök hétfőn amúgy. Amikor még az első évben, amikor még a játék megjelenése előtt. Na, mielőtt még a hardmode megjelent volna, ugye egy évig normál mód volt, és ugye én is normál módban játszogattam. És konkrétan emlékszem rá, hogy én is mindig azt csináltam, tudod, vettem egy utánfutót, megtankoltam, és eladtam. Hát persze. És igen. Tök abban voltam, tudod, hogy á, jó van, akkor majd, ha kell üzemanyag, akkor majd veszek egy utánfutót, hát lófasz. Aha. De amikor a trailer store-ban veszel? Igen, először a hard módot is ilyen tesztnek még az előtt kipróbáltam egy nagyon rövid karikára, mielőtt egyébként streamelni elkezdtem volna. Hát az első kanyarnál be is szoptam, tudod, hogy jó, gyorsan veszek egy izét, egy ilyen tartályt, puf, üres, azt a kurva, akkor eladom, puf, nem lehet eladni, jó, akkor csődbe mentem. Igen. Eddig tartott az első hard karrierem. Igen.
Úgyhogy ott instant restart volt. Na most itt ez nagy kérdés lesz. Hogy mit? No energy, várjál, akkor viszont átülünk itt. Be kell indítani a generátort. Igen, azon vagyok. Egyébként ennek a tátrának fordul a hátsó tengelye is, mert olyan nagyon lehet vele. Phoenix az nagyon állat ilyen szinten. Elméletleg az Atom is ilyen lesz, az új azó. Láttam róla a képet. Az is ilyen. That's ilyen. Nice. Úgyhogy izgi lesz. Aha, húha. Hát ide még ez kell? Micsoda? Hát kell egy consumables, legalább. Uh-huh. Két consumables kell. Kettő, és az hol lesz fölvéve? Hát meg lesz az. Hát az még nem lett fölvéve. Azt még el kell hozni. De ezek irányban honnan? Hát azt nézem, hogy most Crossroads-ról... Itt a Railway Station-on nincs. Igen, itt a Railway Station-on nincs. Crossroads-on meg csak a vasúton van, mi? Mindjárt nézem. Hát... Igen. Generáztornál. Úgy ez meg. Akkor viszont az lenne, hogy átmegyünk Institute-ba. Várjál. Úgy ez meg, ahol Attila van ott. De várjátok meg egy picikét, mert nektek most mi kell és honnan kell, mert én most... Crossroads-ba? Consumables kell. Crossroads-ba? Mert én oda nem megyek, Crossroads-ba ahol... kell, hanem ide Heartlands-be. Azt a büdös... Bocsánat, de... Crossroads-on keresztül kell eljutni Heartlands-be, ugye? Hát Crossroads-ból Heartlands-be is, meg az Institute-ba is el lehet jutni. Igen, azt nézem, hogy innen az Institute-ból hogy a töcsbe lehet eljutni a Heartlands-ig. Oké, figyeljetek, hozok Consumables-t. Jó, mert én pont arra megyek konkrétan, ott fogok megállni, ahol van Consumables, úgyhogy hagyjátok azt a küldőt, csak mondjátok, hogy mi ezért ezt majd befejezem. De is kell nekünk két kabin. De, igen, azt még azt is tudok hozni egyébként, az is onnan van a kabint nem tudsz hozni. Akkor, amiből raftolni kell. És ahhoz milyen alapanyag kell. Mert én ott fogok megállni egy ötös póttal a warehouse-nál, tehát hogy nekem némi kapacitásom lesz. Hát jó, csak mire avval ide átérsz, az azovval. De egyébként tényleg nem is kellett volna ezeket legyártani. Hogy érted? Mert? El tudtam volna hozni az első térképről. Ott van kabin? Hát csak három helyen. Hol? Hát van itt kabin a izébe, a warehouse-ba, a vasúton, meg a general store-ba. Ott nincsen kabin. Nekem így azt mondja, hogy van. Be van buggolva izé, megint. Ja igen, az annyira az, aranyos. Az a baj, hogy az nem úgy van. Várjál, itt hol van consumables esetleg? Itt cement van. Aha. Az első térképen olyan bugok vannak, hogy csak így néztem, hogy mi a fene van, hogy ott jó, a minicsen, semmi nincs. Semmi nincs. Figyelj, akkor én elindulok vissza, jó? Ezért? Consumablesért. Uh-huh. És akkor mit csináljak? De mondom, én tudok hozni consumables, mert ott vagyok. Jó. Csak értem. Ott fogom lerakni ezt a chemical barrel dolgot. Jó, akkor hozzad azt. Mégeket, persze. És akkor mi meg addig azt csináljuk, hogy azt meg ide is kék. Várj egy kicsit. Figyelj, Dani. Átmegyünk Institute-ba. Várjál, megnézz, várj egy kicsit, fél pillanat. Nem, az a baj, hogy át kell vinnünk ezt a két teherautót, amivel most vagyunk. Mindenféleképpen. Institute-ba vissza? Igen, várjál, mert kell ott cement, vagy consumables is kell, meg kell... Várj egy kicsit, meg kell brick is. Waste not, want not. Jó, ahhoz is consumables kell egyébként. Igen, csak azt nézem, hogy a bricket azt honnan lehet összehozni. Institute-ból azt is. De nem. Nem. Heartlands. Nem, azt a... Ott sincs. Crossroads-on van az is. Basszus. Jó. Hát igen, ez is tipikusan egyébként olyan ez a térkép, mint North Carolina, hogy így térképeken keresztül viszel indokolatlanul dolgokat. Jó, akkor viszont az csináljuk azt, hogy itt nincsen valami ötös pótos vadállatság.
Nem, nincs. Jó. Egy jegyét, hát neked belefér. Hát na jó, azért na. Minden küldetéshez 0 kilométeres kocsit kell venni. Recovery, és akkor ezt innen elteszem, átmegyek Crossroads-ba. Kiteszek neked egy izét. Nem, nincsen Institute-ba a Brix, sajnos most néztem. Ez X-et. Lehet, hogy valaha volt, csak aztán már ki tudja. Uh-huh. Jó, ebbe be tudsz ülni, ebbe a Step Pike-ba. A, most ezt az hoztad? A Crossroads-ba tettem le neked. Láttam, megvan. És akkor menjek izér? Tégláér? Consumablesért, Léci. De én most megyek Consumablesért. De azon felül kell még. Hány darab Consumables kell és hova? És tök máshova. Tök máshova, hidd el. Oké. Okay. Kabingyártáshoz kell, nem? Nem a kabingyártás. Ez most egy másik küldetés. Ez most egy másik... Előbb nekem még el kell odaérni, hallod? A consumables, igen, igen Tom, a consumables van az institúton. Várja, az... ilyen step van az izébe is, nem a... Nagyszerű. Az expeditionbe, nem? Lehet. Na figyelj, Dani, akkor te menj el, légy szíves a... De hova mész? Hát a aszfaltra. Hova? Jó, akkor én elmegyek a brickért. Elmegyek brickért. Ugyanott van mind a kettő, nem? Nem. A brick is, meg a consumables is, nem? Nem. Nem. Hát. Heartlands-ben, te nem Heartlands-ben, de te rossz felé mész. Miért megyek rossz felé? Hát hova mész? Hát Crossroads-ben, nem? Istenem. Igen, a Crossroads-ra. A Crossroads-ra, igen, de hát valahol föl kell vegyem. Hát Crossroads-ba. Hát igen, itt vagyok, a Crossroads-ba. Vagy nem, a hülyeség, a várjál, most már annyira szétestem. De, szétestem már egy kicsit. A waste szóval, not one notot akarjuk csinálni. Így van, és a bocsa, az institúton van consumables, ahol Attila is nem, fölveszi. Oda kell elmenni, és oda ott föl tudod venni. És ott is kell leadni. Ott fel tudom venni. Így van. Mert ott van az Institute Warehouse, és ott van consumables. Igen, nekem azt nem írta. Nem baj. És akkor nekem kell elszívnom magam a General Store-ba, ott van Bricks, és onnan kell nekem elmenni majd a világ végére. Majdnem meg. Én már megszólalni sem merek, srácok, hallott. Háj! Itt belezavarodt te? Micsoda? Én már nagyon rég. Nem, én nem akarom ezt a koncentrációt így megzavarni, mert... Most egyébként azt akarom mondani, most már megbeszéltünk mindent, mert megbeszéltetek mindent, hogy én nekem a hard mode egyébként pont azt tetszik, hogy ott előre azért illik logisztikázni. Illik, igen. Nem árt. És illetve nem kötelező, de sokat tudsz magadnak segíteni, hogyha megteszed. A saját jó felfogott érdeket, de hogyha ezt akartam is mondani, akkor hogyha hétfőn tényleg tud csatlakozni a hard hétfőhöz, akkor ott úgy fogom kezdeni, hogy na, akkor ott lesz egy Excel táblázat, amit szépen megnézzük, hogy de nem viccelek, én megcsináltam, tehát hogy és okay. Excel tábla kivar, hogy melyik autóval, melyik fuvar hova megy. Jó, oké. Okay. És így, és akkor onnantól le lesz szépen rossz, és nem lesz ilyen... Nem jó, rendben. Én vállalok, hogy szófogadó rabszolga szállító leszek. Én nagyjából egy 4-5 küldetéssel szoktam előre gondolkodni. Valamikor bejön, valamikor kurvára nem, valamikor nagyon... Tehát, hogy egy darabig működik a lánc, és akkor egyszer csak beleszálltok abba, hogy ilyen három térképe odébb folytatódik, és ez a fel. Vagy belegondolsz, és rájössz, hogy igazából, oké, ugye ez utazó ügynök probléma klasszikusan, és ugye rájössz, hogy hát oké, igazából te megtervezted ezt a izét, ezt a küldetést, és mondjuk csináljátok is, de hogy ha már itt vagy, akkor mondjuk, hogyha esetleg double stack-elek még erre mondjuk még egy szemet, tehát akkor mondjuk azt is meg tudom csinálni, és hogyha ezt tényleg megcsinálod, és tényleg jól letolod, akkor megérkezés az a jó, akkor most újra tervezés nagyjából az egészet. Mert úgy, igen. Igen, jártam így sajnos. Ez egyébként teljesen így van, én tényleg nem terveztem ezt így rommá, tehát ez elnézést kívánok, ez tényleg így van. Pedig itt jön az tapasztalt legénység, aztán... Bizony, mi már érted, hát jó, értem. Ott szólsz, beindítom az Excel-t, érted? Csináljuk az egészet. Na, figyelj, viszont egy olyan kérdés, hogy oké, én most mit rakodjak itt föl? Itt vagyok izébe, Institute-be egy consumables biztos. Kettő kell. Két consumables kell. Jó, azon kívül. De várjál, kettő kell az izébe, a kabinoshoz, meg kettő ez a másik küldihez. De az tök más felé megy. Ja, értem. Az tök más felé megy.
Jó, tehát magyarul én ezt a két konzolból szól, hogy mi a küldetésnek a neve? Living Space, vagy valami ilyesmi. Ja, a Living Space-es az, igen, a kabinjáró. Az a kabinos. És ő most azt csinálja? Nem. Nem. Te a Waste Not, Want Not. Oda igen, is de két... mondom ő. Én. Attila azt csinálja majd utána, ja, igen. Jó. Akkor... De várj, én most itt azt látom, hogy kettő darab kabin kell leszállítani a Construction Site-hez, meg a Scrapper-hoz. Én hol vigyom Consumables-öket? A gyárhoz. Rendben. És oké, hol van a Crafting Zone? Na, Heartland Zone van. Heartland, oké, jó. Heartland Crafting Zone, jó. És akkor ez a kérdés, hogy ahhoz, hogy egy kabin megcsinálják, ahhoz már igazából csak is kizárólag az egy darab nyomorult izé kell? Igen, kabinonként egy consumables kell. Jó. Azért kell kettőt hoznod. Oké. Jó, világos. Megtankolni, léci. Beugrok a garázsba. Ott vagyok a átjáró előtti kúton. Pillanat. Jó. Melyik térképre kell mennem? Akkor kettő consumables pakolva. Institute. Jó. Én az izé vagyok, a Crossroads-on. Crossroads-on meg az Instagram. Én is a Crossroads-on vagyok. Hát tudom. Jó, és még egy kérdés. Mit vigyek esetleg még? Van package send, hogyha kell? De ez nem kell most sehol. Jó. És a consumables font, akik az Dani, mit? Jó. De azt most elhozod, nem? Dani, mit kell megtankolni? A Institute átjáró előtt az üzemanyag kúton azért a stepet. Odáig elmentem már. Ja, hol van? Látom, hogy miért rossz irányba mentem, de... De hol van az? Én nem is látom. Hát a kis kúton. A konténeres kúton. De az nem Institute, hanem az Heartlands. De az Institute-os átjáró felé, igen. Jó, oké. Yeah. Hol? Ja, ott a nagy tumultusba? Hol? Én nem is látom. Komolyan mondom, nem látom. Hát itt állok, vagy hát ott hagytam az autót, a kis kúton. Van az Institute-os gateway, ugye a Crossroads-on. Na jó. Az megvan. Crossroads? És ott van, attól délre van egy ilyen konténeres kis... De ott tudsz te is tankolni. Nem tudok, mert nem a tölti bele. Jó, akkor most már beletöltöttem. De csodálatos ez. Az. Na jó, oké. Csak ennyi volt a baj. Tehát tudom, hogy tudok tankolni, csak nem tudok, érted? Oké, megvan. Megvan. Világos, mint a kerekerdő. Na az a kérdés, hogy Hardvest korpa hol érdemes menni? Heartlands-en keresztül? Milyen korpa? Hardvest korp. Ja, oké. Okay. Nem korpa, bazd meg. Ez a szép. Jézusom. Ez jó volt, ez tetszett. Jaj, bazd meg. Jó, csak szerint. Azért észre, mert elő, már, ez az előző 5 perc meleg jól leszívtad már az agyad, igazából gondoltam, hogy ez most így üt. Már eldobtam a szíjat, kész. Egyik az Institút felé, én is, az jó van. Jó van, én mindjárt át is droppolok. És akkor én most hova megyek így üresen amúgy? Át, és akkor utána jobbra lesz majd egy warehouse, ahol föl tudsz venni két darab consumables, így van. És akkor úgy. És akkor utána már meg a térkép másik felére kell menni. Az nem baj, azt már megoldom valami. De az ott egy nagyon sima út egyébként. Jó, úgy emlékszem, igen. Nézd már, ott szökik a consumables, ja? Vagy előttem az úton. Az anyja. Scusi, épp erre visz az úton. Csak olyan meglepő volt ott, hogy mondom, mozog egy nyíl, mondom, mi a fasz? Hát ért én szólóban mikor lát? Hát igen, az nem az a kör. Az nem az a kör, amikor mozog a nyíl. Hát reméljük nem ér el odáig ez a játékfejlesztés, hogy ilyenek is legyenek szólóba. Ja, oda vágna. Mert azért olyan... Mert az is hatalmas nagy szivatás, hogy át kell menni egy másik térképre hoznak ahhoz, hogy tankolni lehessen, de az, hogy ugyanazon a térképen se lehet tankolni, az ja, azért, tényleg. Az már azért, az már az extrém, az már megint egy új szint. Az az ultra szopatás. Nyomok is gyorsan tűnik. Mit nyomsz? Refuelt, csak. Igen. Nyomnál. Kicsit itt úgy nyomnék. Mert az egy izé.
üzemanyag. Nem tudok. Melyik? Ez sem működik? Ez sem működik. Tehát itt vagyok az institútumban, igen, és nem tud tankolni. Egy fél. Jó, akkor jövök. Rohadt életben, komolyan ez gyere, a... Gyere. De nem vagyok benne egészen biztos, hogy jó irányba megyek. Azt a rohadt, de bennem van a pálya, te jó Isten! Na most próbálkozz tankolással. A célhoz. Oh yeah. Most tankolhatsz. És tényleg köszönöm. És nyilván a dumbból tankoltam, nem a tankból. Mindegy, nem érdekes. Majd. Nem baj, van ott még. Egyébként az előbb beszéltétek a csernobili izéket, ilyen nagy táblákat. Aha. Uh-huh. Amúgy én láttam már ilyet, szlovákoknál is elég nagy, meg a cseheknél is vannak ilyen a horror nagy táblák. Uh-huh. Bizonyos kereszteződésekben, amik ilyen egyébként tényleg elég veszélyzónásak. Nekem kedvencem a görögöktől volt egyébként. Úgyhogy megyünk a buszra, ilyen távolság, egy görög volánnal megyünk gyakorlatilag. Csak kettő darab funky izé volt. Kb. Ennyit is késett amúgy. Na, két darab funky esemény volt az, hogy megyünk így a szerpentinen jobbra-jobbra, és akkor így elérkezünk egy útállágazáshoz, és útállágazás közepén ott van egy tábla, balra Athén, jobbra Athén. Úgyhogy mentünk Athénba. Körülbelül. És akkor így mentünk. Nem, ez próbolyaktól mették át, tudod, hogy... Lehet, mindenütt róla, hogy az. És mentünk, nem tudom, egy pár kilométert, lekerültünk egy ilyen autópályára. Ezt úgy kell képzelni, hogy ugyanúgy, mint az előző, csak kátyús, de szélesebb. Na, és hát és akkor így megyünk. Hangzik. És így annyit láttunk, hogy hirtelen egy ilyen komolyabb ív. És jött egy csávó, aki szedte így a jegyeket, vagy elmerülsz a jegyeket, ön izgulta túl ezt a dolgot. Szóval így jött a csávó, és így jött egy ilyen komolyabb kanyar. És ott olyat érted, hogy olyan visszapillantó tükör, ami az utastér benéz bele, az ott így nem. Hát nem, az így nem tesszük bele, nem volt benne a szériatartozék, úgyhogy. És lényeg az, hogy a jegyszedő csávó, de elkezdte bevenni a busz a kanyart. Na most ettől a jegyszedő csávó nem esett volna még el, mert őnek ebben van rutinja. Na attól viszont már elesett szegény csávó, hogy veszük be a kanyart, és egy irgalmatlan rohadt nagy csikorgás lehetett hallani, és konkrétan megdőlt balra a busz. Au. Ugyanis a profi sofőrünk elvitt egy ilyen útirányjelző táblát, ami akkora volt magasságban, mint maga a busz. Az igen. És így Én ugye a hátsó harmadába ültem a busznak, és az elejével vitte el a busz a táblát, és így láttuk, hogy ilyen busz magasságban le van karcolva az egész táblának az oldala, úgy, ahogy van. Igen, Tom, ez így van egyébként, ez egy tényleg rettenetesen bosszantó ilyen dolog, hogy ezt miért csinálták, és miért nem javították meg ezt a... Zoli, te most mit hozol? Téglát. Jó, mert ugye feladat az, hogy innen kell a lebontott téglát visszavinni. Ne hülyéskedj! És egyébként rossz helyen van mentél, mert ott már kellett volna menned balra. És nem, mert nekem Heartless Corp-ba kell mennem, nem Heartlands-be. Igen, de azt a két téglát kell elvinni, amit itt ad. Nem feltétlenül. Hát, de nem tudom, én már szoktam be. Igen? Figyelj! Akkor érj oda, és akkor bosszankodjál ott egyet. Jó, figyelj! Menjünk mind a ketten. Én mennék, csak nincs darunk, tehát hogy... Akkor mégiscsak jó, hogy én jövök erre. Hát menjél, vigyed, persze, nem gáz, csak azért mondom, hogy... Hogy neked nincs darunk, úgyhogy én meg figyelj, van ott tudni hagyni. A felső javítóban van ott egy Zix, amin van darunk, de szerintem hagyd a csába. Jó, szerintem ez elfogja ezt. Leszek. Jó, oké, hogy elfogadja a téglát, nincs az a baj, csak én jártam már úgy, tudod, hogy nem is tudom már mivel, hogy így kötötte az ebet a karóhoz. Mondjuk ezen a térképen pont a krumplival, de hogy azért mondom, hogy küldetésből... Egyébként ez a tátra meglepően jól fordul. Az a tátra nagyon jól megy. Most melyik ez a... A Főnix. Ugye az Főnix, az nagyon jól megy. Mondom, fordul a hátsó denge is. Igen. Úgy. Az újak között is úgy lesz, ez hiszem. Ó, srácok. De el vagyok kapatva már, komolyan mondom. Figyelj, Dani, akkor addig menj át, és akkor segíts Attilának a Living Space-el, jó? De most azon mit kell segíteni? Hát, most hát két kabint kell kétfelé vinni azt. Elvisszük ezt az agyakra. Hát addig se unatkozzon, Dani, érted el? Óra bérve van. Jó, érted, mondjuk én 5-ös pontra vagyok, de... És mennyi az? Egy sör. Money how much? De hova lett innen a kocsi? Hát itt volt egy tátra. Azzal megyek én.
Én nem ettem meg. Az meg, hát de akkor hogyan vigyük el kettőt? Hát van ott egy pike. Van ott egy pike is. Hol? De nem, azzal te mész. Ó, jó, oké, oké, van. Van egy kempingbicikli kitámaszva ide a sarokba, úgyhogy nyugodtan mehet az is. Aztán is elviszem a kapit a hátamon. Figyelj, van ott a trailer store-nál egy szakajtónyi autó, válasz egyet, légy szíves. Melyik trailer store-nál itt a Village Garage? Éjszakra, aha. Ja, éjszakra? Ja, tényleg van még egy kiváló darab, ezt hadd osszam meg a biciklidit eszembe, hogy a Ádám és Éva állnak a tiltott gyümölcsfájánál. És hogy arra jön biciklivel a kígyó. És akkor így ránéz Ádám. Ránéz Ádám, és azt mondja, hogy hát egy kígyó, basszus. Hát nem tud biciklizni. Jön tovább a kígyó. Miért Ádám? Mert nincsen lábad. Tényleg. Igen. Ezt ismertem már. Ezeken miért ilyen kerék van? Ó, nézzétek már a klasszikus festést. Ez pont olyan, mint az enyém. Pont ugyanúgy néz ki. És van daruja. Legjobb. East very nice. Kedvenc azonommal megyek. Ugyan, pont ugyanígy nézett ki az, amivel évig dolgoztam. Oh. Ja, körülbelül igen. Úristen, ezzel mennyi időm van nekem ebben a játékban? Ez félelmetes. Ez a Phoenix lassan túl gyors ide. Amúgy igen. Olyan tors a keresztbe a seggén kanyarba, hogy amúgy nagyon oda kell figyelni. Nem kormányoz elég vissza, akkor tolja kifele a seggén. Hát nem csak az. Itt a kavicsokon is olyanokat sérül, hogy ihalja, csavalja. Igen, odaver egyébként a futóműnek is szerencsétlen. Meg a guminak, já. Figyelni. Ez az autó még mindig nem gyors, de legalább lassú. Igen. Időben tuti nem érsz oda. Viszont odaérsz. Igen, viszont odaérsz. Hát ja. Az érvek. Igen. Ha csak nem highway gumi van rajta. Igen. Ezért ezt a játékot még mindig nem időre játszak. Nem. Hát én nem tudom, hogyha ennek a játéknak lenne mondjuk ilyen speedrun bajnoksága, az hány hónapig van. De az csak úgy, hogy egy öltözbe. Ja, hát hogyne, persze. Hogy máshogy? Hét alatt, mert belehalsz. Hamarabb kizárt, egyébként alvás nélkül szerintem, hát 3-4 nap lehet maximum. Azt hiszem, hogy pont a múltkor beszélgettük valahol valakivel, hogy volt egy ilyen teszt, vagy olvastam, néztem valahol, hogy valami egy hét az alvás nélkül rekord, az olyan visszafordíthatatlan agykárosodást, meg szervezeti károsodást okozott, hogy az igazán éri meg ezzel próbálkozni. Háó. Hát ugye ezt lehet csak csapatban. Hogy így váltjátok egymás, mint sofőrök. Hát na jó, de akkor azért az nem speedrun. Igazából hát nem egy fő speedrun. Igen, de pont ez az, hogyha mondjuk ha kihasználnánk, és egyébként működne fullon a négy fős kóp, és lenne rá annyira is. És nem csak két óráig max. Igen, de meg lenne tervezve. Ezt akartam pont mondani, hogy igen, hogyha meg lenne centire tervezve, hogy mit, hova, mikor, miért és hogyan. Igen. Még akkor is esélytelen, hogy mondjuk mit tudom én, egy nap alatt befejezzétek szerintem az alapjátékot. Persze. Ezt így szerintem régiókra bontva még esetleg lehetne speedrunba valahogy bontani. Definiálni. Igen. De akkor is egy állatság, tehát hogy azért ez horror. Egy jó amúr speedrun. Igen. Leülünk a srácokkal amúrt speedrunolni. Jó van, oké. Mikor lesz vége? Jövő hét kedden. Igen. Ez szilveszterre, tudod. Talán. Igen, még idén kész lesz. Istenem. Oh, Jesus. Hát. Ez egy borzalom. Még beindítom itt a generátort, mert ez megint leállt. Pedig ez bejött. Ja, mert kijöttem a térképről. Oké. Még már csak abban reménykedem, hogy egyébként ezt a téglát nem kell rohadt messzire vinni. Lesz légüzemanyagod? Lesz, az nem az, csak hogy azért nem a legkedvesebb hely ez a Hard West Core. De most már csak a hegyeket érzem. Mert még nincs meg ott az üzemanyag kutat, de hát, egyébként ott is tesz az üzemanyag kutat. Jó, hát ahhoz a reptér, az jó, hát a repteret ahhoz meg kell csinálni. A legmesszebbi pontjára kell vinni a brikket? Igen. Ó, szent mind a két átjárótól a legtávolabbi pontjára.
De hát, hogy még a garázsot sincsen meg, izén Harvest Gordon, úgyhogy ez még eléggé el van maradva. Hát jó, hát persze, hát még csak most kezdtük el ezt a játékot. Ja, éppen tegnap. Igen. Ez ilyen jó helyre áll, be tud fordulni? Elnézést, bocsánat. Ajjaj, szerintem lendületből idol innen a szérről. Rakodóról. Na jó. Csinálok nappal. Jó. Engem nem zavar, mert tudod, hogy én nem tudom kapcsolni. Tudom. De most már tudod? Hogy milyen jó érzés nappal dolgozni, mindig. Én mindig éjszaka dolgozok a valóságban is, szóval igazából. Hát jó, hát. Igen. Na jó, csak érted, most minek szívassuk magunkat jobban annál, mint amennyire kell. Annál? Nem. Nem? Nem. Jól hallottam? Szívassuk magunkat, vagy annál? Nem mindegy. Aj, ebben nem akarok belemenni. Hú, basszus, ez tényleg a világ végén van. Mondtam, hogy leadod még idén a Consumables-t? Hogy... Én azon vagyok, hogy akkor most én ezt leadom, két Consumables-t. Igen, és akkor gyártam belőle két izét, kabint. Vagy gyárt, mert te is okadnak egyet. Kettő kabin, igen. Igen. És akkor egyet és nekem, akkor... egyet neked. Ja, hogy te vagy az ott a másikatól. És akkor menjünk együtt. Hát nem, mert két különböző helyre kell vinni. Az egyik éjszakon van, a másik délen, de hogyha sokat mész éjszakra, akkor egyszer csak délen leszel. Igen, igen, igen. Ha már elég messze értél, akkor éppen hogy közel épted. Szóval éjszakra mész, vagy délre mész? Éjszakra megyek, mert ezzel könnyebb átmenni így szólóba a folyón, úgyhogy mennyi délnek. Oké, mondjuk délnek. És így jelölve a küldetés. Melyiket csináljuk? Living Space. Ja, igen. Hogy? És kész a híd! Hit. Yeah. Ugye most mész át azon, amit az előbb csináltunk? Előbb? Hát egy órája. De igen. Egy órája volt? Hát amit te csináltál hidat, igen. Amit veled csináltam, igen. Nem, azt egyedül csináltad. Egyedül csináltam hidat? Igen. Ja, hagyj azon, hogy éjszakról mész. Igen. Ja, jó. Igazából teljesen mindegy, hogy honnan megyek, mert ez sehonnan nem jó. Ugyanilyen messze van, innen messze van, és igazából csak addig van aszfalt, ameddig ott átérsz a hídot, utána elfordulsz délnek, aztán baszhatod. Hát igen, észrevettem. Én meg rutinból mondom, baszki. Élvezem itt a mindent is. Egyébként az a hihetetlen tényleg ebben a játékban, mert amúgy durva, hogy én a valóságban is alapvetően, én azt mondom, hogy jól tájékozódok, még szerencse, mert amúgy megértett, hogy nemzetközi buszsofőr vagyok, tehát nem egy hátrány, hogyha nem tévedek el, de hogy így... Nem állsz meg a piros, vagy ez a kereszteződésbe, hogy igen, most merre is kell menni? Hát mondjuk az lehet, hogy engem is megtréfálna, hogyha kétszer lenne kiírva jobbra és balra is az, hogy Athén, tehát... Plusz, hogy Athénba eljutnál. Főleg Ausztriában. Igen. Ausztria. Grác felé, tudod, hogy egyszer csak Athén. Mi? Gondoltam, meg lehetne poénban azt csinálni, hogy az Ostapenkohoz kijönni szörfdeszkán és New York vagy Miami Beach felirattal. Jaj. Stoppolni. Hát figyelj, végül is. Teljesen. Lehet, ez lehet, ez nem lehet volna. Egy tipikusan ilyen Sándor Györgyös jelenet. Na mindegy, de arra akartam csak kiukadni, hogy itt a játékon belül is ugye, főleg ugye én egyedül csinálom. Uh-huh. Ebből kifolyólag ugye én egyedül egymagammal, vagy ma ugye végigcsúszok. Jaj, szia Satucsi. Tehát egyedül egymagamban végigmegyek a térképeken, kismillió alkalommal. Uh-huh. Ilyes a tucsi. Ebből kifolyólag gyakorlatilag a büdös életben nem felejtem el őket. Tehát most is azonnal át tudtam állni, hogy mi a feladat, meg hogy hol vagyunk. Elakadtam, mint a sztár, de most ezzel nem nyissunk róla a topikot. De tehát arra könnyen menni. Attila megmondta. Merre könnyebb menni? Én mondtam, hogy ezzel könnyebb itt szólóba jönni. Ja. Én mondtam, és igazából a továbbra is alátámasztom, hogy ez így van. Hát mivel rövid, alapvetően és nem négyes. Egyébként azt hadd tegyem hozzá, hogy én is jöttem ott közben már négyes póttal, és én át tudtam jönni úgy, hogy nem akadtam bele semmibe. Hát jó, én is jöttem itt, tehát sok minden szarra. Az a gumifás hely? Az a gumifás hely, igen. I love it. Igen.
ott annyi volt a gondom, hogy ott levincseli, vagy valami ilyesmi, és hogy még azt beakadtod a hátsó sárgédő alá. Amire most pontos mondta Murphy, hogy azért... Ne kell szedni a gecibe. Így van. Igen, egyébként az aláfutás gátlóval lehet nagyon megszívni az ilyen keresztbe tudott fákat, mert azok aztán kegyetlen tudnak verni. Aláfutás gátló. Ke? Az micsoda? Micsoda az aláfutás gátló? Hát szakmai neve a hátsó lökhárító. Hátsó lökhárító, igen. Ja, ó, jó. Okay. Én nekem most van egy némi problémám itt egy táblával, aki... Kekeckedik? Agresszív táblával, azt mondom. Agresszív táblával, aki miatt most éppen félig belebugoltam az aszfaltba. Hát... szerintem ezt basszhassuk. Nézd csak! Megvan! Yeah! Édes faszom. Én kimentem innen a kabint. Jó? Hozzatok melyik? Igen? Itt egy daros varon mögötted, figyelj. Igen, igen, látom. Jövök a varon D-vel. Jó, gyere a varonnal, mert ez itt így nagyon nem néz ki jól. Elcsaptam egy táblát, és a tábla bosszút állt. Aszentét. Ó, de gyönyörű. És csak így ledobod, mikor odajöttem volna pontan? Ja, jó, akkor gyere, csak nem akartam itt baszakodni, nehogy elrepüljök, tudod, mert ha véletlenül kibugol a izé, akkor nehogy az lenni, hogy kabinostól elrepülünk a picsába, és... Várj, ezt most tarts egy picikét, mert fotózom. Jó, nem tudom tartani, mert ajaj, süllyedünk az aszfaltba, menj innét! Oké, okay, most... Jó, na mit történik itt? Aknát robbantottam a magam alá. Várjál, jövök az egy banditával, azon van daru. Ez itt totál kár, egyrészt össze is tört, másrészt bebugoltam az aszfaltba, szóval... Látod a táblát a műszer falba? Meg tudom nézni közelről. Jó, hogy az ott egy tábla miatt kell. Tábla átja, hogy csak van kell nekem csetet olvasni. Hát ez az, egyszer állok neki csetet olvasni, aztán ez lesz belőle. Itt van egy bandita, hogyha kell, meg ott van egy másik azó is. Ja, jó van, meg most tarúztok, oké. Hű, ez a tarúzás, az... Jól néz ki. Most már hány autóval jöttél ide nézni? Kettővel. Így jobban látlak. Akkor szerintem én ezzel ide átchange-elek, azt ezt meg izéde, ezt meg recover-el kéne, mert úristen, megint izé rángatózik legalábbis nálam. De én ebben ki is jöttem innen. Mi a baj? Nem, az amelyik most fog mindjárt elrepül. Ja, nem repült el. Akkor csak nálam volt. De amúgy totál le van sérülve, szóval... Igen, látom. Ja, beindult a katasztrófa turizmus, amúgy igen. Oké, ez kint van. Jó, én akkor leviszem ezt a kabint a... Vidd, átadtam a lehetőséget. Ameddig még nem pagolta a kabin. Nálatok a tábla az mellette volt? Én nem láttam táblát. Én sem láttam táblát. Én azt láttam, hogy én szerintem azt láttam, hogy ez benne volt a műszerfalatban. Ez a két ez a North Cserjomuski tábla, ez benne volt a műszerfalba, és konkrétan egy ilyen aknát robbantottam az aszfaltba. Azáltal, hogy így belebugolt, hogy gyönyörűséges volt. Igazán igényes. Yeah, és mennyi minden kinyílt? Mi nyílt ki? Igen, nem tudom. Jó, de azért, mert én csak most léptem 20-as szintre. Makes sense. Okay. Mert ez így ilyen alap normál mód. Hát ezt akkor kezdtem szerintem, amikor ugye elkezdtünk együtt, azóta se. Azóta sem ezért csináltam. Hallod? Van chicken coop. Chicken coop. Tök jó. Azon is kell a coop, csak chicken. Akkor fostos izé küldi. Ha nem maragszatok, én viszont nyugovóra térek így. Én is szerintem. Úgyhogy ez egy erős nap volt. Hát ez több mint erős úgy volt. Bizonyos tekintetben erős volt ez a nap, maradjunk annyiban. Hol lesz a búcsuké? Keménykebb volt. Itt a kúton? Menjünk a kúthoz, ha? Hol a kút? Hát gyere ki itt visszafele. Mögötted. Igen. Elrepültem, felderített repjáról. Hát vannak ilyen fogok, igen. Hát van. Szólóban ritkában fordulnak elő. Én legalábbis sokkal kevesebben találkoztam ilyen jellegűvel. Mint mi? Igen.
Mi sajnos túl sokkal inkább. De ez csak azért van, mert ugye fejlesztik a játékot faszán, és... Annyira jó lesz, hogy túl jó. Annyira jó lesz, hogy egyre jobb, igen. Ajaj, én itt y-ozok egyet, Ványa. De mindegy. Akkor nem. Kérem mellém akkor. Na mindegy. Adj helyet magad mellé. Hopp, hopp, szkúzi, szkúzi, szkúzi. Ezt ki volt ott? A válaphoz érjen a vál... Ja. Azaz. Azaz. Tudod, ezt úgy jönnek önök is, hogy arcsodhoz érjen az öklöm. Várjál, ez így nem lesz jó. Beállsz ide a kút meg a... mi közé? Én beállok, én beállok, oda én beállok, nem érdekes. Én is nagyon be vagyok már állva, úgyhogy most már... Nekem is kéne már valami. Én fotomódba átraktam magam. Én is. Persze ide, kicsit előre ki. Nézd már. Az egoista, hogy előre szaladt. Na. Azaz. Ó, de kemény. Ez nagyon kemény. Már nyomod se. Ez az a kis képet rólad. Hol lesz? Jó van. Na, hú. Hát srácok. Balú, te is fáradt vagy? Ez egy... hát ennyi után mondjuk, igen. Igen, igen, hát alkottunk már rendesen. Jó van. Volt itt minden, mint a búcsúba. Úgy bizony, úgy bizony. Annyira nem éreztem produktívnak magunkat, mint talán a múltkor, de amúgy, ha összeszámoljuk, biztos, hogy amúgy sok minden kész lett. Hát azért... szórakoztató volt határozottan. Abszolút, abszolút. Figyelj, ennyit nem billegtünk még Tajgával, az biztos. Az biztos, hát az teljesen én biztos. Én mondjuk nem szívtam vele, egyet lehetszer dőltem meg egy kicsit jobban, mondjuk akkor nem tudtam volna magamat kibenteni valószínűleg, de... Igen. Hát, ja. Csak a végét kaptad el, Balú? Hát... Mihez képest a végét? Egy órája jött. Hey. Hát de legelején tajgáztunk. A legelején tajgáztunk, úgyhogy az a legnemeregébb. Ja. Na, na jó, nagyon köszönöm még egyszer a mai eseményt is, úgyhogy... Ja. Jó van, akkor így van, én is. Ha nekem is úgy jön ki, tudjátok, én nagyon szívesen bármikor. Uh-huh. Úgyhogy... Számítunk rá. Lehetőség. Jó, hát remélem, hogy ez legyen. Jó, szupi, szupi. Nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy itt voltatok, és hogy ennyit segítettetek. És nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy néztetek minket, és hogyha tetszett mindaz, amit láttuk, akkor feltétlenül iratkozzatok fel a csatornáinkra. A linket megtaláljátok a leírásban, és legközelebb pedig Haldan veled, mikor lehet találkozni legközelebb? Igen. Szombaton a kocsmába. Szombaton körülbelül, igen, körülbelül. De egyébként én holnap is leszek még valószínűleg. Így előreláthatólag. Aha. Úgyhogy én jövök holnap délelőtt is, meg valószínűleg délután is, ha nem jön közben semmi más. De, hogy ja, igazából így ennyi. Pizsi? Holnapig biztos a hétvégén az kicsit zsűrőltem. Aha. Hát én nekem a szokásos hard hétfő az ugye meg lesz. Húsvét hétfő, semmilyen tojásos speciális dologon nem készülök, csak egy sima jó kis hard hétfő lesz. Össze lett rakva teljesen minden, még 31 darab forrozandó történet van. Ez leosztva 3 gépre, rengeteg logolásra mindennel. Úgyhogy hát nyomjuk, aztán jövök én is, ameddig jutunk vele. Bizony-bizony, és akumóval leszünk. Igen, igen. Közösen aztán meg majd meglátjuk még, hogy Andor Egergő tud-e csatlakozni, mert hogy Meló az 3 track, akit megtervezve van. Negyedik track meg nincs, úgyhogy ilyen egyszerű történet. Hát azt tudok hozni. Bizony, bizony. Tudok hozni. Meg Gergő is tud hozni egy flitztárt egyébként. Na, az tök jó. Andornak meg összecsiholunk egyet. Így van, összerakunk egyet a hulladékból, tudod. Bizony. Most úgy is az lesz, hogy aki becsatlakozik hozzám hárdozni, az kicsikét úgy fölpumpáltja magát anyagileg, mert pont olyan küldék lesznek, amik úgy elég jól hoznak a konyhára. XP-ben is, és pénzben is. Úgyhogy, na, tök jó. Úgyhogy ez hasznos lett mindenkinek. Szóval. Én nem tudom, miről beszéltek, én nekem hard módban a 2,5 millióm az már egy egész pofás összeg. Tehát, hogy szia, persze. Murphy, hello, szia. Persze. Na, Murphy, hello. Mindjárt reagálok egyébként. Velem pedig holnap lett. Hopp! Hogy? Murphy tőlem meg már inkább elfele köszönt. Ja, hozzám meg most köszönt be. Körbeért. Ja. Velem meg holnap lehet majd találkozni, meg kipróbáljuk ezt a Lightyear Frontier, vagy mi Frontier? Ja, mész megfarmozni? Ja, kipróbálom. Milyen? Ökokatasztrófa ellen megfarm. Bizony. Aztán pedig szombaton lesz Expeditions. Hétfőn pedig megyünk Atihoz majd hardmódozni. Hát hétfőn. Így van.
A csütörtök az még nincs eldöntve, úgyhogy ezt még nem mondom. Jó, de érdemes lesz benézni, mert hát jó lesz az is. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és jó pihenést kívánunk, és szép estét. Meg jó hétvégét, így meg van. Ilyesmi. Így van. Sziasztok, jó éjszakát. Köszi a játékot. Sziasztok.